akár akarjuk, akár nem, a robotok meg fognak jelenni az otthonainkban. Guru, gyere, gyere, adj ide le, tedd le. Marad. Az etológia tanszéken most már majdnem 15 éve foglalkozunk ugye az ember és a kutya kapcsolatának kutatásával, és ezen időszak közben kerestek meg minket robotot tervező, illetve robotot építő emberek, hogy segítsünk nekik abban, hogy olyan robotokat hozzanak létre, amelyek kicsit az emberrel közelebbi kapcsolatba kerülnek. És tulajdonképpen ez nagyon szerencsés találkozás volt, hiszen nekünk a kutyával már rengeteg tapasztalatunk van, és a kutya pont egy olyan érdekes helyzetben lévő állat, aki nagyon sokban különbözik, de leginkább a viselkedésével rengeteg szempontból hasonlít az emberhez. A kutya az embert szolgálja, hűséges az emberhez, és ugyanezt szeretnénk a robottól is, hogy szolgálja az embert, és véletlenül se higgye azt, hogy az ember fölé kerekedhet, mint egy terminátor. 40-50 évvel ezelőtt a science fiction novellákban lehetett csak olvasni olyan dolgokról, amelyek ma megvalósíthatók. Filmekben szerepeltek azok a robotok, amelyek akár társai is lehettek az embernek. Ma a nagyvilágban sokan és sokféle robotot fejlesztenek, még olyat is, ami kis túlzással kutyarobotnak mondható. De gondolják meg, szeretnének egy ilyen robotot? Vagy inkább tartanának tőle? Nem véletlen, hogy a Budapesti Műegyetem mérnökei a robot megalkotásához olyan kutatók segítségét kérték, akik az állatok lélektanával foglalkoznak. Valójában a kutya az egy modell, ugye tudományos értelemben azt mondja, hogy egy modell állat ebben az esetben, tehát mi megnézzük, hogy az ember és a kutya közötti interakcióban a kutya hogy viselkedik, hogyan néz az emberre, hogyan kommunikál, hogyan próbálja meg az érzelmeit bemutatni, és ezeket a viselkedési formákat akarjuk ráütetni, vagy leprogramozni, csúnyán mondva, ezekbe a robotokba. Szóval a kérdés, hogy milyen legyen a robot külsőleg és belsőleg. Hogyan nézzen ki? Olyan legyen, mint az ember? Vagy úgy nézzen ki, mint egy gép? Gondoljanak csak a robot porszívóra. Valójában kettős problémáról van szó. Létre kell hozni egy mechanikus szerkezetet, amely képes a legkülönbözőbb feladatok ellátására, hogy kinyissa az ajtót, vagy elkapja a labdát. Ami igazán kihívást jelentett a kollégáimnak és nekem, az magának a robotnak a mozgása volt, mert fontos volt az, hogy ne legyen szögletes a mozgása, ne úgy menjen, mint egy megszokott ipari környezetben dolgozó gép, hanem egy picit inkább állatjellegű mozgást tudjunk készíteni, és ne legyen annyira idegen az ember számára az egész szerkezet. Speciális kerekekkel rendelkezik, amiknek az a lényege, hogy a forgás irányra merőlegesen kicsi görgők találhatók, aminek köszönhetően a robot a kerekekre merőlegesen is tud közlekedni, és ennek köszönhető az, hogy egészen állatszerű mozgásokat is létre tud hozni. És ha már mozgatás, belegondoltak valaha is, hogy milyen bonyolult dolog a járás? Milyen bonyolult mechanizmus kell hozzá? Talán nem véletlen, hogy a kisbaba is viszonylag hosszú tanulási idő után jut el odáig, míg két lábra áll. És mennyi gyakorlás kell hozzá, míg biztonsággal képes két lábon közlekedni. Pedig egy robot megalkotásának esetében ez csak az egyik, nem is biztos, hogy a legnagyobb probléma. Legalább ennyire érdekes, hogy az ember mennyire képes elfogadni a robotot, mint valamiféle társat. Eljuthat-e valaha is a robot arra a szintre, hogy valóban önállóan gondolkodó és cselekvő lény legyen, emberszerű viselkedéssel. Itt igazából azt lehet demonstrálni, hogy a kutya és a robot hasonló viselkedéseket mutat be, jelen esetben például most játszanak, de nagyon sokszor a kutya ugyanúgy tud játszani egy emberrel, egy ember a kutyával, mint ahogy az ember esetleg egy robottal játszik. A játék egyébként nagyon fontos, mert az pontosan egy olyan interakció, ami során az ember nagyon jól megismerheti a társát, ugyanez vonatkozik a kutyára, és ez egy fontos képessége a robotnak is, hogy adott esetben tudjon játszani az emberrel, mert ez a szociális kapcsolatoknak az erősítését segíti. A kutya azért valamennyivel persze kicsit profibb a labda elkapásában, de ez csak egy programozási kérdés egyelőre, és remélhetőleg a robotok is egyre jobbak lesznek ebben a kérdésben. Innentől kezdve már nem a mérnököknek a belügye. Nekünk egy olyan szerethető valamit kell alkotni, amelyiket odaadhatunk egy idős embernek, és az idős ember ezzel a robottal együtt él, és még valahogyan meg is tudja szeretni. Hogy így lesz-e vagy sem, azt nem tudhatjuk. A kutatások minden esetre gőzerővel folynak világszerte.
És hogy jó barát vagy a Terminátor sorozatban megjövendőlt ellenség lesz a robotokból, az csak is rajtunk, embereken múlik.